Továbbra is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Következő vendégem, és a témánk is szervesen illeszkedik az előbb elhangzottakhoz, ugyanis a Covid diktatúra idején, elején, közepén feltűnt Magyarországon egy kis helyi közösség. Először kicsi volt, aztán hirtelen már az egyik közösségi oldalon már 100 000 tagja lett, majd még több, és ennek a neve a Legyen B terved közösség, csoport formájába, és megpróbálták megosztani egymással azokat a tapasztalatokat, azokat a javaslatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ember kiváljon a globális rabszolgaságból, nagyon sok esetben a multirabszolgaságból, illetve öntudatosabb életet próbáljanak élni, ami azzal is kapcsolatban van, hogy mit fogyasztanak, honnan vásárolnak, milyen életformát választanak. Ennek az egyik, nem egyik, konkrétan a fő elindítója, Kis Zoltán Nitai, aki egyszer csak gondolt egyet, hogy itt valami más kellene csinálni, mint ami eddig volt. Honnan jött a kezdeményezés, a gondolat, az ötlet, hiszen te nem ezzel foglalkozol eredetileg, nemzetközi jogaoktató vagy, és nagyon sok nemzetközi projektben is részt vettél. Miért gondoltad azt akkoriban, hogy egyfajta új életminőséget kell hirdetni, megvalósítására vonatkozóan javaslatokat tenni? Egyáltalán miért kellett B-terv, miért van szükség B-tervre? Miért ez lett a közösségnek a neve? Köszönöm szépen nagyon a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. Mennyi időnk van? 45 perc. 45 perc. Jó, nagyon nehéz röviden beszélni. Én egy kicsit mindig ilyen szócsőnek érzem magam, mert valahogy a nyakamba esett egy olyan feladat, amit így adoptáltam, mondjuk úgy. És hogyha körbenézek, hogy mennyivel sokkal több képesített ember van, aki ezt csinálhatná itt Magyarországon, akik generációk óta önellátás útján járnak, akár itt az előző előadónk is egy csodálatosan megvalósított hölgy ebben a témában, és valahogy mégis ez nálam úgy kezdődött, ugye, ahogy a Zárpi mondta, én egy spirituális úton járok 33 éve pontosan, 15 éves korom óta, én Indiában éltem elég sokat, és így a jóga, a spiritualitás világa nagyon érdekelt, van egy nemzetközi jógaiskolám, önismereti úton haladtam, és aztán olyan 2015 körül, akkor én már úgy láttam azt a dolgot, hogy ez a világ, tehát én egy szemlélő voltam. Láttam azt, hogy ez a világ, ez nem megy tovább ezen az úton, akár hogyha gazdaságilag nézzük, akár hogyha társadalmilag nézzük, milyen irányba megy el a társadalom, hogyan degradálódik az egészségügy, az oktatás, és az egész fogyasztói társadalom, azt láttam, hogy ez egy ponton elbukik. Tehát, és akkor úgy fölvázolódott bennem, oké, mi a B-terv? Valahogy az volt, hogy nekem Budapesten élek, és hogy hogyan költözzek ki valahogy, ugye akkor jöttek a kislányaim, már akkor úgy óvodás korúak voltak, és akkor gondoltam, hogy nekem itt kell valami B-terv, mert hogyha itt ez a rendszer, ez beomlik, akkor egy városban Budapesten, igaz, hogy Dunakeszin éltem akkoriban, de hogy egy városban Budapesten, csak átgondoltam, lepörgettem a filmet, hogy mi van akkor, ha nincs ez, ha nincs az, ha nincs amaz. Ugye akkor béreltem egy házat, még csak nem is az enyém volt, ugye, egy nagyon pici kerttel, egy csodálatos kis dunakeszi ház volt, de hát én azzal nem megyek sem erre, hogyha a gyerekeimek azt mondják, hogy ugye éhesek vagyunk, de nincsen bót. Ugye, hogy szokták mondani, nincs bót. Mi van, ha nincs bót? Ugye ez lepörgött a fejemben, és akkor 2015-ben vettem magamnak egy kis telket Somogyvámoson, és akkor ott elterveztem, hogy ott volt egy pici ház, felújítom, és először egy ilyen nyaraló dolgot fogok csinálni, vettem egy lakókocsit, és azonnal, ugye én nagyon lelkes voltam, eredetileg én vidéken nőttem föl, tehát püspökladányi vagyok, nincs is ide nagyon-nagyon messze, és én úgy nekem ott a föld, meg ezek a dolgok úgy benne volt az életemben. De aztán ugye fölköltöztem Budapestre, ugye Indiába egy jó pár évet éltem darabokba,
És, de azért jót volt bennem, hogy én szeretem ezt a természetet. Meg ugye általában az ember, amikor spirituális úton jár, akkor automatikusan ott van benne az, hogy szeret kimenni a természetbe, akár kint lenni, meditálni, kertészkedni. És akkor én ott elvizionáltam mindent, hogy én itt majd mit fogok csinálni. És ez körülbelül 2-3 éven belül ki is alakult. És akkor volt a Facebookon egy ilyen online közösségi platformom, vagy egy ilyen csoportom, ahol az én követőim, a spirituális közösségeim, jóga közösségeim, ahol követték a dolgaimat, hogy én a városból ugye akkor még ugye teljesen dilettánsként elmentem, és elkezdtem túrni a földet, elkezdtem ökoházat építeni, valipinit építeni, és úgy voltak benne egy pár százan ugye követőimmel, és ahogy jött ugye a Covid, na akkor robbant egy nagyon nagyot a történet. Mert azok a dolgok, én most így visszahallgattam a YouTube csatornámon ilyen 2019-es előadásokat, és hogy emlékszem, hogy itt Szolnokon, nem messze Szolnokon volt egy előadásom egy jogateremben, és akkor meséltem azokra a dolgokról, hogy ami konkrétan a Covid alatt történt, hogy mi van, ha nincs ez, mi van, ha nincs az, és akkor hogyan, mik a megoldások, ez fönn a YouTube csatornámon megtalálható ez az előadás. És emlékszem, hogy a gyerekek, tehát akik ott ültek, az emberek üveges szemmel néztek, hogy ez bolond. Ez szerintem patológiásan üldözési mániás, és eltelt pár év, és igazolt. Tehát írtak az emberek, volt ebben a csoportban naponta 1000-en léptek be. Tehát az elég sok ember. Tehát akkor ott azt jelenti, hogy valami volt. Tehát én mindent próbáltam rögzíteni a csoportban, hogy miket csinálok. Tehát, hogy hogyan legyen napelemem, megcsináltam kutat, hogyan tárolom a gabonát. Ugye pláne amikor Covid bejött, akkor ugye már ez egy téma volt, hogy raklapszám vásárolták az emberek a lisztet, úgyhogy amúgy meg pár hónapnál tovább nem lehet tárolni. És akkor mindenki keresett, érdeklődött, hogyan csináljam, és akkor nőtt az egész csoport. Először volt valami 30, 40, 50 ezer, 70 ezer, 100 ezer, most mondjuk 125 ezer ember van benne. Aztán itt jön egy másik történet, hogy aztán hogyan váltunk le, és akkor hoztunk létre egy független magyar közösségi oldalt privát szerveren, hogy a Facebook ne tudja törölni azt az sok összegyűjtött tudásanyagot, mindenféle olyan kapcsolati tőkét, amit ott mi összegyűjtöttünk, mert ugye kaptuk a fenyegetéseket, mert ugye ezt a rendszer annyira nem szerette ezt a dolgot, hogy itt akarunk függetlenek lenni. És ugye akkor létrehoztuk ezt a bterv.net közösségi oldalt, amit meg tudtok nézni, föl tudtok menni, regisztrálni egy hasonló rendszerű oldal, mint a Facebook, és akkor ott próbálunk egy privát körülmények között kapcsolati szerveződést, piactér, hírfolyam, csoportok, tehát itt is vannak bterves közösségi tagok, akik benne vannak az oldalunkban. Szóval nagyjából ez volt a motiváció, hogy én előre láttam ezt a dolgot, hogy amilyen irányba megyünk, az folytathatatlan. És hogyha logikával gondolkozunk ezen, hogy mi van, ha az egész elborul, mert egy nap elborul, és szerintem most már évek óta mondjuk, mert ez egy folyamat, de most már tényleg nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy itt az amerikai választás környékén itt lesz egy nagyon nagy káosz, amiben mondjuk úgy, hogy itt nagyon meg tud rogyni az a társadalomban, amiben élünk, és egyébként ezzel kapcsolatban az előzőekhez szólva, ugye, hogy nagyon nehéz, az Illikó is mondta, hogy nagyon nehéz az embereket összerántani egy ilyen közösségi szerveződésbe, mert mi a probléma? Az, hogy még mindig van Lidl meg Tesco. Ami eddig nincs krízis, addig nagyon nehéz az embereket kirángatni a komfortzónájukból. Nagyon kevesen gondolkoznak előre, hogy kell egy B-terv. Hogy nem kell otthagyni az embernek azt az életét, azt a munkáját, amit csinál, hanem egyszerűen építsen egy olyan verziót az életében, ha anyagilag megvan a lehetősége, mint ahogy én is csináltam, hogy csináltam egy kis házat, kertet, mindent, és amikor minden kész volt arra, hogy önellátás, és le tudok költözni Somogyvámosra, akkor föladtam a budapesti albérletemet, és az egész család lemozdult oda, és amikor beütött a Covid, akkor én teljesen kész voltam arra, hogyha nem kell kimenni a házból fél évig, akkor semmi probléma nincs, mert minden megvan. Energiabiztonság, élelmiszerbiztonság, saját magamnak termeltem, a kertből ettünk mindent. Szóval így nagyjából ezt én így vizionáltam előre, hogy ez az irány, és hogy nincs más út, nincs más verzió. Órákon keresztül lehetne erről beszélni, hogy miért, politikailag, gazdaságilag, de azt látom, hogy minél hamarabb felébredünk abba az irányba, hogy kezdjünk el magunknak termelni, hogy létrehozzunk minden városban ilyen
kosárközösségeket, ilyen piacokat, ahol amit termelsz, akkor azt el tudod adni másnak, csereberélni, annál nagyobb biztonságban leszünk, amikor dől a fa. Van egy nagyon híres filozófusnak egy nagy könyve, a Felébredés doktrinája ez a címe. Ez a felébredés ebben a folyamatban, amiről beszéltél, hogy nagyon régóta követed a napi eseményeket, és ebből úgy érzed, hogy valamilyen következtetést tudsz levonni. Maga az a kérdés, hogy ébredeznek az emberek, tehát korábbiakhoz képest mondjuk 10 éves távlatban mik a tapasztalataid? Abszolút látok egy folyamatot. Ezt sok oldalról megközelíthetném, mert ugye nyilvánvalóan figyelem a világgazdaságot, sőt így az elmúlt években, hála jó Istennek, nagyon sok olyan kapcsolati tőkém is felépült, amiben közvetlen tudok olyan információkat, amit esetleg az átlagember nem is tud előre, tehát akár a pénzvilágból, tehát egyszerűen megtalálnak azok az emberek, akik jártasak a politikában, stb. De megmondom őszintén, egy teljesen más irányból indultam tehát igazából ezek az utolsó lépések voltak, hogy visszaigazolást kerestem a gazdaságba és a politikába. Hanem ugye én emberekkel foglalkozok, ugye önismereti úton járunk, és 33 éve, mondjuk úgy, hogy foglalkozok emberekkel, látom, hogy 30 év alatt mit degradálódott az emberiség. Hogy az emberek kapacitása, a hozzáállása, az egymáshoz való viszonya, néztem, hogy a közösségeknek az együttműködése az emberi tudati minőség miatt hogyan omlik össze, és egyszerűen nem tudsz már két embert összehozni úgy, legyen probléma. És akkor elkezdtem ebből az oldalról is vizsgálni ezt a dolgot, hogy a tudati minőségnek, a spiritualitásnak, az önismeretnek például milyen fontos szerepe van abban, hogy egy közösség együtt tudjon működni. Mert az én tapasztalatom teljes mértékben az, hogy érdek alapon például nem lehet egy közösséget hosszú távon működtetni. Mert amint az érdek megborul, azonnal jön, és akkor, hát hogyha a csúnyát akarok mondani, a vasvillát állítják egymásba, mert olyan harcok lesznek. És én ezt megfigyeltem sajnos az önellátó közösségek próbálkozásokban az elmúlt 30 évben. Nagyon-nagyon sok közösségi próbálkozás elindult érdek alapon, és azt látom, ahol nincs egy olyan önismereti vezető, vagy egy olyan valaki, aki ezt úgy szépen összetudja fogni, és van egy magasabb filozófia, ami ezt működteti, akkor én úgy látom, hogy ennek így egy kicsit, lazatalajon áll ez a történet. Tehát nagyon fontos lenne bármikor, amikor én találkozok akár politikusokkal, vagy más vezetőkkel, akkor én mindig nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy egy nagyon fontos része az, hogy itt az önismereti út tengelyén induljon kell, mert ez egy hosszú távú dolog. Tehát abszolút azt látom, hogy egyfajta degradáció van, de közben meg egy, mint amikor szokták mondani, hogy az olló nyílik. Tehát az emberek egy része, a társadalom süllyed le, a másik része pedig emelkedik, mert ugye ezek a behatások, ugye szokták mondani, hogy mindig trauma által fejlődik az ember. A pszichológiában ez egy alap történet. Mindenki tudja, hogy általában traumáktól tud az ember legjobban fölébredni arra. Ugye jött a Covid, látták az emberek, hogy amiről én beszélek, és előtte hülyének nézett mindenki a videóimban, hogy én miről beszélek, hogy itt nem lesz majd benzin, meg mit tudom én, nem lesz étel. És ott volt egy szituáció hónapok alatt, és akkor ott láttuk, hogy itt ez tényleg, várjál, ebben most van valami. Tehát az emberek egy része kezd felébredni, most abban a stádiumban vagyunk, hogy most egy olyan 3 éve megy ez a történet, ugye a Covid eleje óta, hogy hát most már itt ébredni kell, mert ez a dolog beborul. És ugye most már ott tartunk, hogy hát már 3 éve mondjátok. Csak ugye van egy pont, amikor ugye dől a fa, és egyszer tényleg eldől. Én úgy látom, hogy nagyon-nagyon közeledünk ahhoz az időszakhoz itt. Hogyha szétnézzünk a világpolitikában, mi volt 1 éve, meg hogy mi van most, a világgazdaságban mi van most, és ugye itt az amerikai választással kapcsolatban azért itt nagyon sok minden várható. Én egy kicsit mondjuk úgy, hogy spirituálisabb oldalról is figyelem így a jeleket. Én az asztrológiában nagyon benne vagyok, és mindig szoktam nézni ezeket a dolgokat, hogy milyen bolygóállások, ez egy analóg tudomány, ez nem egy bógusz dolog, ez bárki, aki ebben elmélyed, akkor fogja tudni azt, hogyha egy kollektív tudat működik, ami eléggé egy kollektív tudat, ugye itt az emberiségben egy elég determinált tudat, akkor eléggé megmondható, hogy az emberiség hogyan fog reagálni bizonyos energiamozgásokra. Hogyha megnézzük azt, hogy ugyanolyan bolygóállás van, egy az egyben minden bolygás, mint 200 éve Amerikában,
amikor volt a ugye, függetlenségi háború, totál káosz, forradalom, most ugyanaz a bolygóállás van 200 évvel ezelőtt, vagy mint 200 évvel ezelőtt, és nem nehéz elképzelni itt a történeteket. Mi van, hogyha egy olyan dolog borul, hogy Amerikában kitől a forradalom, akkor itt a tőzsde, a világgazdaság, Európai Unió, borul a dominó. Belekerülhetünk nagyon hamar abba a helyzetbe, hogy alapvetően minden hétvégén lesz itt egy vásár a helyiek, mert nem lesz Tesco, nem lesz Lidl, és nem akarok most vészmadárkodni, de ami 5 évvel ezelőtt beszéltem, rá 3 évre megtörtént. Nyilvánvalóan megyünk egy irányba, aki ebben mélyen belelát, tudja, hogy igazam van, és hogy erre a dologra föl kell készülni. Csak ugye az embereknek ébredni kéne, hogy most már, hát jó gondolatok ezek, de hát majd valamikor. Tehát itt már rég túl vagyunk azon a ponton, hogy valamikor. Mindent meg kell tenni abba az irányba, hogy az embernek legyen egy kis kertje, legyen egy olyan hely, ahol tud termelni magának élelmiszert, alakítsa a közösségét maga körül, mert hogyha ugye a fa dől, akkor az már egy késő sztori, hogy itt elinduljunk. Mindenféleképpen egyébként meg a krízis fogja hozni majd az inspirációt. Tehát az egy nagyon nagy áttörés lesz. És az az ember, aki városi keretben kénytelen élni, és esélye sincs arra, hogy ezen változtasson, és az idők jeleit érzi, az mit tegyen, az milyen irányba induljon el? Nem fogjátok szeretni a válaszomat, mert én sajnos nagyon-nagyon radikális vagyok ebben a dologban, és azt mondom, hogy fogd a cuccod és fuss. Tehát amilyen lehetőség van, hogy valaki egy városi körülményben él. Igazából megmondom őszintén, mindenkinek van választási lehetősége minden pillanatban. Nincsen olyan, hogy nincs választásom. Maximum olyan helyzet van, hogy nagy árat kell fizessek a szabadságomért és a jövőmért. És hogy egyáltalán, hogy föladjam-e én azt az úgymond biztos állást, meg a nem tudom mit, a lakásomat Budapesten, hát órákat tudnék gyerekek erről beszélni, hogy miért add el azonnal most a lakásodat, és menjél vidékre, és vegyél egy kertes házat. Alá tudnám támasztani ingatlan témájú felmérésekkel, hogy milyen irányba megy a ingatlan piac, hogy milyen mértékben növekedik az értéke a vidéki ingatlanoknak, aminek kertje van, stb. Akkor itt nem akarom előre vizionálni, hogy most akkor itt, hogyha valami tényleg nincs Budapesten, összeomlik bármi miatt, egy gazdasági válság miatt, a forintnak a térre ragyása miatt, vagy bármilyen háborús állapotok miatt, hogy nincs Budapesten élelmiszer, vagy bármi, akkor ott képzeljétek el, hogy 2 milliós városban vagyunk, és káosz van. Volt a történelemben Argentína, stb. Ezekben az időszakokban, amikor úgy ez a Mad Max típusú álmokfutás tört ki, és ugye itt a Covid idején is láttuk, hogy emberek képesek voltak össze-vissza verni egymást szinte a boltokban azért, hogy kapjon lisztet. Tehát, hogy akkor mi történik? Nekem az a verzió nem létezik, hogy maradjunk. Természetesen rengeteg ember, jó, oké, lehet minden, persze, lehet ilyeneket, hogy lejárunk. Akkor is tudom tanácsolni azt, hogy néha menjünk le és nézelődjünk közösségekbe, hogy valami verzió legyen. Lejárok önellátó közösségekbe, ott vagyok Budapesten, talán ez egy verzió. Hogyha bármi van, akkor kocsiba ülök, és az utolsó benzinemmel, meg a cuccommal lemegyek egy olyan helyre, ahol a nagymamánál van kert, meg fatüzelés, meg stb. Tehát ebből a szempontból én nagyon radikálisan gondolom azt, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk egy olyan helyzethez, hogy erre szükség lesz. Gondoljatok vissza rá, most amit mondtam, föl fogjuk venni. November 3 körül van egy olyan asztrológiai állás, amiben abszolút bennem több száz éve nem volt ilyen, abszolút konfliktus, és benne van az, hogy radikálisan tömegek fognak felébredni. Nem tudom konkrétan, mi lesz, de egy nagyon olyan tendencia jön, hogy a következő fél évben tényleg a bőrünkön fogjuk megtapasztalni azt, hogy ez nagyon-nagyon fontos lett volna. Én ilyenkor mindig azt tudom mondani, hogy ha bárki megkérdezi tőlem, hogy mit csináljon, Budapesten van egy lakásom, nagyon szeretnék menni valahova, akkor azt mondom, hogy most add el, amilyen hamar tudod, mert itt az ingatlan piac is remeg.
bárki, aki ebben otthon van, az tudja, hogy itt összeomlát. Igazából már tapasztaljuk azt, hogy próbálod eladni a házadat, de nem megy. Budapesti lakások abszolút azon a szinten vannak, hogy én, ha engem kérdeznek, én biztos egy fillert nem tennék egy budapesti lakásba a következő egy évbe. Kertesház, vidék, messze nagyvárostól. Persze, bonyolult, ki kell találni, hogy miből élünk, stb. De én úgy gondolom, hogy nincsen az szinte nincs az a verzió, amiben nem tudod azt vállalni, hogy ellépjél. Tehát például van itt egy nagyon kedves hölgy barátom, itt a egy jogás tanítványom, aki pont most mondta nekem a nagy hírt, hogy Budapesten élt, ott dolgozott, stb., és most vett mezőtúron egy 7 millió forintért egy csodálatosan felújított vályokházat, kertel, és kitalálta azt, hogy hogyan dolgozzon továbbra is home office-ból ugye ezen a helyen. Tehát meg lehet ezt csinálni, csak ugye szokták mondani, hogy lépjél és a lábad alá gördül az út. Tehát, hogyha nem teszünk erre erőfeszítést, akkor egy ponton nagy meglepetés érhet bennünket. Köszönöm, akkor egy személyes példa. Én már megtettem 8 évvel ezelőtt, úgyhogy életem legjobb döntése volt Budapestről elköltözni egy vidéki kis településre. És aki... hogy néz ki egy összeomlás? Erre vonatkozóan egy könyvet, egy három részből álló könyvet szoktak mindig említeni, a Gerilla című könyvsorozatot, ami lépésről lépésre mutatja be a Párizs egyik negyedén keresztül, hogy elveszik a zavargások, törnek ki, majd nincs áram és víz, és mi történik ekkor. És ennek a kataklizmának a egészen realisztikus részeit és elemeit lehet ezen keresztül, még ha távolabbi könyvformájába is átélni, vagy belepillantani. Ugyanakkor valami reményre mégis szükség van. Akármi is következik. Ha kataklizma jön, összeomlás, káosz, bármi ennek a része, vagy egy kis szelete is eléggé drasztikusan tudja érinteni a megszokott, kényelmi életérzéshez kötődő életünket. Mit tegyen egy ember, amikor egy kiutat és reményt keres, azon túl, és most lelki-spirituális területre szeretném egy pár percig átvinni a témát, tehát hogy oké, rendben, gondolkodik, hogy elköltözik, vagy nem, vagy más életformát választ, vagy nem, de mindezeken kívül milyen lelki irány, milyen irányba tud előindulni a lelki megerősítés vonatkozásában? Most érkeztünk igazából a területemre, mert ezt az önellátást mindig úgy éreztem, mint amit idéglenesen kapok a hátizsákként. Pont tegnap Budapesten volt szintén egy 3 órás előadásom, ott a belvárosban valahol egy jogateremben, és pont ezekre a dolgokról beszéltünk, hogy itt mennyire nagyon-nagyon fontos, hogy az ember az elkövetkező időszakban elinduljon egy olyan önismereti úton, amiben nagyon-nagyon komolyan önmagára tekint, hogy az életem miért van ott, ahol van, és mi ennek a belső, ennek a problémának a belső forrása. Mert ugye itt el kell indulni abba az irányba, hogy kifele mutogassunk, vagy hogy nekifele mutogassunk. Általában egy társadalomban, pláne egy olyan sérült társadalomban, amiben a narcizmus, a borderline, a pszichopata, személyiség torzulások szinte már a társadalomnak kollektíven kor esetelte, vagy diagnózisa az, hogy egy ilyen irányban elmegyünk. Ott mindig arról van szó, hogy mutogatunk másra, hogy az én életem azért rossz, mert az Orbán Viktor, a Torockai Laci, a Gyurcsány Ferenc, a főnököm, a feleségem, a férjem, stb. És ilyenkor vagyunk abban a csapdában, hogy az ember képtelen önreflexióra, képtelen önmagára tekinteni. Tehát ott az, mondhatjuk azt, hogy azok az emberek, akik még mindig a külső körülményekben keresik a megoldást, azoknak nem sok verziójuk van. Azok az emberek, akik elkezdik felfedezni magukban, a gondolkodásukban azokat a fajta mintákat, amik újra és újra
ugyanoda rakják őket, ugyanabban a helyzetben, mint egy spirálon, vagy hogyha egy ilyen körbe-körbe járnál, akkor elkezdik felfedezni, és az ember önreflexió elkezdi felfedezni, hogy igen, igen, lehet, hogy a gondolkodásmódomban kell váltani, akkor elsősorban azt javaslom, hogy az ember, hogyha az internetnek azért van rengeteg hátránya, de előnye is, szépen az ember kezdje el bújni az internetet, és nézegetni azokat az önismereti videókat, azokat az önismereti beszélgetéseket, csoportokat, akik elkezdenek ezzel foglalkozni, és én úgy gondolom, hogyha belülről az embernek van egy nagyon erős igénye arról, hogy szeretné tudni az igazságot, ha nem egy visszaigazolást akar a saját hülyeségére, ahol meghallgatok olyan videókat, amik teljesen egyetértenek azzal, amit én gondolok a világról, pláne becsatlakozok egy olyan dologba, ahol összeállunk az ellen, hogy kifele mutogassunk, ugye, egy olyan igazolás, hanem valaki tényleg az igazságot és a megoldásokat keresi, akkor szokták mondani, hogy megjelenik számára az a forrás, ami őt belsőleg elkezdi építeni. Hogy hogyan tudom én megoldani belülről a problémáimat, mert itt ez a titka az egésznek. Tehát kívülről mi létrehozhatunk mindent. Tehát kitalálhatjuk, hogy hogyan oldjuk meg a gazdaságot, kosár, közösség, mindent is kitalálhatunk. De hogyha a fogyasztói társadalomban szocializálódó, kizsákmányoló emberi attitűd ott marad bennünk, hiába megyünk ki vidékre, hiába próbálunk belépni egy közösségbe, ugyanúgy fogjuk szétrombolni, mint ahogy eddig szétromboltuk a világunkat. Tehát itt a fejünkbe kell legelőször rendet tenni, és pont azért van az, hogy nagyon kevesen indulnak el a váltás felé. Mert itt először belül kell váltani, és most abszolút bolygóállásilag is egy olyan időszakunk van, ami mondjuk azt, hogy nem engedi tovább magunk előtt tolni a szennyesünket, hanem itt, ahogy a november elején majd a Plutó bemegy utoljára a vízöntő korszakba, akkor itt végleg le lesz zárva az az út, amin ha valaki akar menni, és nem adaptálja be az önismeret folyamatát, akkor őrült traumákkal fog szembenézni. Tehát itt az elmúlt 3 év az arról szólt, hogy ébredezzünk, belül keressük a problémát, bármilyen asztrozófus, pszichológus kollégákat mondjuk úgymond hallgatok, mindenki arról beszél, hogy belső változás, gyerekek, Covid, azért kellett otthon maradjál, hogy most belül keresd a problémát. Mondjuk az, hogy a kiút befelé van. Tehát el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy mi van, hogyha én gondolom rosszul a világot, és azért vagyok egy rossz helyzetben. Hogyan tudom én ezt belülről megváltoztatni? Nagyon-nagyon fontos dolog, és itt most egy olyan időszakhoz fogunk érni, hogy az elmúlt 3 évnek a befektetett munkáját, aki ezt végigjárta, ezt az önismereti utat, ő nagyon nagy eredményekhez fog jutni, akik nem annyira, ők pedig kőkeményen fognak szembe kerülni a saját traumáik, a megoldatlan problémáiknak a visszahatásával. Önismeret. És mi itt az első út, tehát említetted, hogy akkor a különböző csatornákon nézzen videókat, vagy egyebeket, de mi a hiteles videó? Honnan lehet tudni, hogy az ember milyen hiteles irányba induljon? Igen. El? A spiritualitás, ez az önismeretnek a kínai piacán létezünk az interneten is. Mindent látsz, mindenki kavar minden dolgot. Ezt nagyon-nagyon egyszerű, hogy mondjam, eldönteni. Elindulsz egy folyamaton, és működik-e? Segít-e nekem az az ember, akit hallok? Segít-e kimozdítani az elmémet a komfortzónából? Elindultam egy olyan dolgon, amin azt érzem, hogy ez inspirál, ez egy jó irányba visz, jók a visszajelzések körülöttem. Nagyon egyszerű. Tehát én mindig úgy azt szoktam mondani, engem rengetegen írnak nekem is, ugye van egy YouTube csatornám, ott is vannak egy ilyen 9000 ember, követik az önismereti videómat is, a spirituális tartalmaim is ott vannak fönn, egy 650 videó fel van, rengeteg olyan személy igazol vissza, hogy az a dolog, amiről beszélsz, az működik. Tudok másokat is mondani, hogy kiket lehet még követni, de mindenféleképpen azon, ami veled rezonál, tehát ahogy elkezdett hallgatni, és úgy érzed, hogy hú, ez most szembeáll önmagammal. Itt van valami önreflexió. Az, amikor valaki csak hallgatok olyan videókat, hogy az egódat simogatja, és jaj, nagyon jó vagy, figyelj, te pont így vagy jó, fogadjon el téged mindenki úgy. Nem.
nem működnek a kapcsolataim, nem működik az életem, romokban van körülöttem minden, nyilvánvaló, hogy valamit nem csinálok jól, mert nem jól gondolkozom. Tehát, hogyha valaki olyan dolgokat hallgatok, amikor úgy önmagamra ismerek, hogy várj, nekem ez probléma, és akkor mi lenne, hogyha a 10 óra számítógépes klimpírozás mellett, mi lenne, hogy egy kicsit kimennék a természetbe, elmennék olyan közösségekbe, akik kint találkoznak, zenebonálnak, beszélgetnek, filozófálnak, nem olyan rossz dolog filozófálni, ez az emberi létnek a kulcsa, igazából a fejlődés kulcsa, az ember elkezd gondolkozni a létfenntartáson túl. Mert ez a mai fogyasztói társadalom, ez a létfenntartásra van abszolút koncentrálva, hogy legyen meg a mindennapi kenyered, a pénzed, a Ibiza, meg a csoki ropi, a buli, és akkor azon túl, hogy a fiatalságot erre kondicionálják. Ezért egy nagyon nehéz helyzet, mert ugye ez az egész multinacionális, globalista világ, ez pont arról szól, hogy hogyan zárják el az embereket az internettel, a különböző ilyen oldalakkal attól, hogy egyáltalán önmagával vagy bárkivel személyesen kellene kapcsolódnia. Tehát el kell kezdeni keresni, és nézed azt, hogyha őszintén keresed, meg fogod találni azokat a csatornákat, akik töltenek, olvassatok könyveket, rengeteg olyan könyv van, ami most mondhatnék könyveket, Világod vége, adja Santi, jó pár ilyen könyv van, jó pár olyan csatorna, ahol megfelelő forrásokat tudsz találni arra, hogy elindulj azon az úton, hogy elkezdesz belül foglalkozni magaddal. Itt van a következő fél év. A télen, ugye az ősi világban ugye mindig az volt, hogy jött a tél, nyár volt az tavasztól őszig volt az aktivitás, télen az emberek spirituális életet éltek, mert ahogy vége volt a kertnek, a fonóba voltak a nők, történeteket meséltek, táncoltak, egymással voltak. Belül, a belsőnek az időszaka jön most, és az embernek el kell keresni azt, hogy hol a problémám. Hogyha nekem pszichológiai problémáim vannak, akkor keressek egy olyan önismereti szakembert. Van egy csomó ilyen ember az interneten, Kis József Zsolttól kezdve a Veres Mónikáig. Nagyon sok mindenkit tudnék ajánlani, akik itt különböző csatornákon ontják ránk a mindenféle jó információkat, de kell az a pont, hogy az ember eljusson oda, hogy kell valami segítség. Könyvek tekintetében én is ajánlani szeretnék egyet. Gárdonyi Gézának van egy kevésbé ismert könyve, amit érdemes lenne minél több emberrel megismertetni. Az a címe, hogy Szunyogi mi atyánkja. Bármelyik könyvtárban beszerezhető, szerintem utoljára talán a két világháború közötti időszakban adták ki, de le is tölthető a netről, láttam, hogy digitalizálva is van. Igazából ennek a könyvnek van egy igazi előtörténete, ami arra vonatkozik, hogy az 1900-as évek elején egy fiatalember öngyilkos lett Pozsonyban. És találtak nála egy olyan idézetet, egy Gárdonyi idézetet, ami az volt, hogy ha választ kaptam volna erre a kérdésre, akkor nem lettem volna öngyilkos. Nagyjából ez a történetnek a lényege, és akkoriban az akkori médián keresztül eljutott ez a szomorú tragédiának a híre Gárdonyi Gézához is Egerbe, és hirtelen felindulásból elhatározta, hogy ír egy könyvet az élet értelméről, hogyha valaki ezt elolvassa, akkor egyrészt soha ne legyen öngyilkos, másrészt meg, hogy lássa, értse meg az élet értelmét, úgyhogy kiemelten javaslom ajánlom a figyelmükbe ezt a kiváló könyvet, tehát még egyszer a címe Szunyogi mi atyánkja, ami pedig a személyes kapcsolatok illeti, hogy milyen fontos, milyen nagyon jó, nagy jelentősége van közösségépítési szempontból is. Az egyik, ami talán, és ezt kérdezem, az is egy kis segítséget nyújtana ebben a vonatkozásban, ha kevesebbet töltenénk digitális térben, digitális közösségi oldalakon, személytelen kapcsolatok formájába, és a lájkokat, kedveléseket, meg egyebeket néznénk, és igazából érdekel, és ez töltené ki az időnket, mert eléggé sok idő elmegy erre a tévénézésre, és mindenféle egyéb virtuális térben való barangolásra. Miközben az emberek milyen érdekes, egyre magányosabbak lesznek, ahhoz képest, hogy mi egyre több időt töltenek a közösségi oldalakon. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Rengetegszer megkapom ezt a kérdést, hogy na jó, de akkor miért kell ilyen különböző közösségi oldalakat csinálni, hogyha itt a lényeg az, hogy jöjjön össze a közösség, és akkor, hogy csináljuk gyakorlatban a dolgokat. Igen, ez a cél. De nincsen jó meg rossz. Van olyan, hogy valamit rossz tudattal, meg rossz energiával működtetnek.
Nyilvánvaló, hogy az internetes világ az egy őrült manipulációra ad lehetőséget, ugye azoknak a, hát most itt a globális hatalmaknak legfőképpen, hogy itt a Facebooktól kezdve az összes ilyen manipulatív propaganda oldal, az egyszerűen úgy van szerkesztve algoritmussal mindenestől együtt, hogy az embereket beszippantja és függővé tegye. Nyilvánvalóan ez egy teljesen destruktív módja egy közösségi oldal használatának. Viszont az előnyét is látom. Hogy ugyanúgy, ahogy igaz, hogy a Facebook oldalon, de ahogy szerveződött nálam egy 125 ezer fős közösség, egy csoport, és rengeteg kezdeményezés elindult országszerte, az emberek könnyen megtalálják egymást, ennek van egy jó haszna is. Tehát egy kés az nem jó meg rossz. A pénz nem jó meg rossz, hanem kérdés az, hogy kinek a kezében van, és milyen tudattal működteti azt az eszközt. Tehát én ezért hoztam létre a Better.net közösségi oldalt, hogy egy ugyanilyen rendszeren belül, egy privát szerveren, aminek a Google csak a nyitó oldalát látja, hozzunk létre egy olyan közösséget, most egy pár ezer ember van rajta, és ott szerveződnek közösségek, csoportok, ugyanúgy üzenőfal, lehet videócseten beszélgetni, piactér van, el tudod adni a dolgaid, de természetesen sok fejlesztés kell még ahhoz, hogy az oldal olyan szintre kerüljön, mint mondjuk a Facebook, de azért csináltam alternatívának, hogyha valamiért egy ponton elborul ez a történet, hogy Facebook. Igazából nincs alternatíva, az X, meg az Insta, ezek a dolgok nem olyan funkcióval rendelkeznek, mint ahogy a Facebook, ezért nagyon népszerű. De ez egy teljesen manipulált oldal. Már nyilvánosan rajta van a Facebook leírási, ugye, hogy mondják ezt a közösségi leírási feltételekben ott van, hogy a CIA-nak minden adat ki van szolgáltatva, ki van fotózva, valaki érdekel, akkor az oldalamon megtekintheti azt, hogy a Facebookon rámész, oda van írva, már el se dugják, hogy itt igazából a CIA-nak egy megfigyelő felülete. És úgy van minden egyes algoritmus szerkesztve, hogy akik egy kevésbé magas tudati minőségben léteznek, és hajlamosak a függésre, a figyelem hajhászatra, ugye teljesen egy narcisztikus társadalom. De egyébként a narcisztikus társadalom ma teljes mértékben elősegítő folyamat ez a Facebook, meg az Instagram, meg. Tehát itt az emberek egyszerűen, mint egy lavina úgy mennek le ezen a lejtőn, hogy teljes katasztrofálisan sérült társadalomnak a tagjai lesznek. Szóval itt én úgy gondolom, hogy nincsen jó meg rossz, használni kell mindent megfelelőképpen. Tehát, hogyha használunk egy közösségi oldalt, ami nagyon tisztán megy a kommunikáció, ahol nem divat az, hogy mutassunk magunkról hamis képet, anyagi érdekért, hanem emberek azért vannak együtt, hogy megtalálják egymást a különböző helyeken, ki mit termel, kivel hogyan tudnék összeszerveződni egy közösségbe. És hogyha egy ilyen dolgot működtet, arra a stádiumra, hogy megtalálom a helyemet, megtalálom a megfelelő információt a különböző dolgokról, hogyan építsek házat, hogyan termeljek, stb. Tudok kérdezni, akkor erre jó. Aztán amikor megtaláltad a helyedet, akkor meg ugye egyik tüskével kiveszed a másikat, és mind a kettőt eldobod a végén. Garantáltan biztos vagyok benne, hogy itt az internetes világnak is szerintem itt vége lesz egy jó pár éven belül. Mert ugye egy teljes összeomlás, hogyha egy teljes gazdasági összeomlás lesz, abban benne lesz az internetes világ is, tehát nem fog kimaradni. Még lehet, hogy egy jó pár évig tudjuk használni ennek az előnyeit, meg ugye futhatunk a hátrányai elől, de a végső cél természetesen az, hogy kint legyél a természetben, egy olyan közösségben, ami abszolút biztosítja az élelmiszerbiztonságot, legyen egy közösségi segítő háttér, legyen egy spirituális, önismereti út benne. Abszolút ez a cél, de én nem gondolom azt, hogy el kéne dobni valamit, aminek rengeteg előnye is van, mint ahogyan te is autóval jöttél, meg én is, nem lovasszekérrel, mert praktikusabb, ugye? Tehát használjuk ezeket a dolgokat, az egész B-terv paradigma váltásnak az a lényege, hogy létrehozzak egy olyan használható B-verziót, hogyha az A borul, akkor nincs gond, akkor nincs pánik. Köszönöm szépen, és itt le is kell zárnunk sajnos, mert nem csak pánik nincs, vagy nem lesz, hanem időnk sincsen sajnos, hogy folytassuk ezt a nagyon érdekes beszélgetést, de majd egyéb más felületeken és fórumokon vissza fogunk majd térni ezekre, és én is javaslom, hogy kövessék mindenki a YouTube csatornádat, illetve egyéb olyan oldalakat, akiket te is kiemeltél, úgyhogy innen folytatjuk. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm!